Tanítványok Valsangi műsorán a jelenlévő szülőket, rokonokat, diákokat, boldiákokat és a tanárokat. Röviden ismertetném ünnepi műsorunk tartalmát és a fellépők sorrendjét. Megnyitónkat két második osztályos kis tanulónk fogja kezdeni egy verssel. Őket fogják követni az iskolás kórus tagjai, valamint egy meglepetés produkció is fog következni. Mindezek után az egyéni jelmezesek műsora fog következni, majd következnek a felső tagozatosok, akik felső tagozatos néptáncosok. Az osztályprodukciókat a harmadik osztályosok nyitják meg, végül következnek a negyedik, a hatodik, az első és a második osztályosok. Legvégül pedig a műsor az ötödik osztály műsorszáma fogja zárni. Megkérnék minden kedves jelenlévőt, hogy aki a bejárat és a színpad között tartózkodik, legyen szíves majd helyet biztosítani a fellépő osztályok műsorszámához. Az osztályprodukciókat egy négytagú zsűri fogja értékelni. Hagyományainkhoz híven egy alsós és egy felsős osztály fogja nyerni a versenyt. Az egyéni jelmezéseink is jutalomban fognak részesülni, és a kimagaslóak pedig külön díjat fognak kapni. Minden osztály azonban fog kapni természetesen egy finom pizzát, amit majd együtt elfogyasztanak a kis teremben. Az eredményhirdetésünk körülbelül 2:30-kor lesz várható, addig pedig lehetőségük lesz tombolát vásárolni 14:30-ig, annak a sorsolása pedig 15:00-kor fog kezdődni. Az idén a szívküldi sem maradhat el, azt az 5.-6. osztályos tanulók fogják árusítani, úgy fogjátok megismerni őket, hogy egy piros szív lesz kitűzve a pólójukra. Ha valaki esetleg mindeközben megéhezne és megszomjazna, valamint egy kis süteményre vágyna, azt majd a műsor számok után a kis teremben vásárolhatja meg. A tanulók készítsék majd elő azt a 3 kupont, amit kaptak, és azt természetesen beválthatják. Zenemesterünk idén Budavári Oci lesz. Ő fogja majd szolgáltatni a talparávalót. Na de ennyi információ kezdetnek elég is lesz. Kezdődjön hát a farsangi műsorunk a megnyitóval. Dudaszól és dobperek, maskarába sok gyerek. Krumplior és nagy kalap, mulatságot hoz a nap. Táncot jár a balerina, fodros szoknya libeg rajta. Munkáznak a tarka díszek, versenyeznek a jelmesek. Jelmezek, hangos már a vigadalom, finom fánc lesz a jutalom. Most jövök én, bum bum bum, milyen tisztelt publikum. Vidámság az én nevem, kacagás a kenyerem. Félre bánat, félre búz, bolond aki szomorú, ne legyen ma semmi más, csak a vidám kacagás. Fiúk, lányok, hopp, 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 kezdjük el a farsangot, jó mulatást kívánok!
megleptetek minket itt a farsangi műsorunkban. Minek öltöztél le? Törökvasárnak. Köszönjük szépen. És te? Boholcnak. Nagy boholcnak. Köszönjük. Én vadásznak. Mire vadászol? Ő vartosoknak. Azt hittem rossz gyerekekre. Minden van csak Piroska. Köszönjük. És te? Én Piroskán vagyok. Sütöttem fogácsát, meg a nagymamának szeretném hívni. Vigyázzál, hogy a farkas közben megtámadja. Rendben. Köszönjük szépen! Akkor most következzenek az egyéni jelmezesek. Szia, hogy hívnak? Anikó. Minek költöztél be, Anikó? Balerina. Nagyon szép kis balerina vagy. Köszönjük. Hogy hívnak? Tóta Liz. Minek öltöztél be, Ali? Bell. Bell? Csak nem a szépség és a szörnyetekből? De. És te is szerelmes lettél a szörnybe? Igen. Na, szép. Szia, csak nem egy bosszit látom. De. Hogy hívják a bosszit? Varga Kovács Rebeka. Rebeka. Még a szemed is rosszul áll. Köszönjük. Szerkusz kis herceg, hogy vagy? Jó. Mi a neve? Miért pont ennek öltöztél be? Köszönjük az őszintességet. Mi a kedvenc állatod? Azt hittem a... Róka. Róka. Köszönjük szépen! Hát szia, te mi vagy? Minecraft. Jól van, én annyira ezt nem ismerem, el tudod mondani mi ez? Hát egy ilyen kockás játék. Számítógépre? Igen. Értem, akkor itt sokan ismernek. Köszönjük. Szia kicsim, hogy vagy? Hogy hívnak? Lassági. Miért utánzol? Nagyon szép kis cica vagy. Köszönjük. Hogy hívnak? Szilárd József.
Azt hittem Ronaldo. Ronaldinho. Ja, bocsánat. Mióta focizol? Régóta. Köszönjük. Szia! Hogy hívnak? Edward Ákos. Ákos, minek öltöztél be? Aposra. Kinek? Nóriás. Köszönjük! Remélem, mindenki bezárta van az ajtó. Szia! Köszönjük, hogy elmondtad a nevet, és minek öltöztél be? Betörő? Terrorista? Akkor még jobban vigyázzunk el. Köszi. Az egyéni jelmezesek után most következzenek a felső tagozatosok.
Köszönjük szépen ezt a kis ritmus játékot Ingrid néni felkészítésével. Most következzen a harmadik osztály produkciója. Mindenki kész! Igenis, kapitán! Hangosabban! Igenis, kapitán! Kilakjuk oda nekik lehet a víz! Oda a sárgon színe is üdvölt a víz! Oda a portban le! Kitárulja nekünk csak szóval íz! Oda a portban le! De az élet ellene csak is a víz! Oda a portban le! Figyelem, figyelem! Meg! Hát akkor essünk túl rajta! Egy, kettő, három, meg! Yeah.
Köszönjük szépen a sok táncos rávú szivacsnak a fellépést, és Fanni nénének a felkészítést. Következzenek a negyedik osztályosok. Igen, és egy közérdekű közlemény. Legyenek szívesek a színpad felé vezető utat a hatodik osztályosok számára, majd szabadon hagyni, mert itt fognak följönni. Ezután. Köszönjük. Thank you.
osztályosok. Osztályosai.
a fogyogúrának. Melyek csoki golyolteni, annyira édesek voltak. Elfelejtettem megköszönni a 6. osztályba Anett néninek, felgeteges volt, és a szülőknek a segítségét is. Köszönjük. Most pedig következzenek 2. osztályos diákjaink. Lehet vásárolni 14:30-ig, azt a bejáratnál.
3 órakor lesz a tombola sorsolás. Na? És a zsűri pedig 2:45-kor fogja kihirdetni az eredményt. Egy nyertes felső és egy alsó tagozatos osztály lesz. Valamint az egyéni jelmezesek között is. Mindenki fog jutalmat kapni. Thank you.
ott nem hiányzik senki. Remélem mindenki megtanulta a piros esélyeket, a bizonyos már egyetlen a dolgok. És Zsuzsa néni üzeni, és minden tanár üzeni.
beépkezni. Csak a kis terembe. Jó, az eredmény hirdetésig az Ódor testvérek fognak zenélni. Köszönjük nekik! Szia! 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 Sz
egy kis csöndet kérnék. A zsűrinek nagyon-nagyon nehéz dolga volt, tudom tanúsítani. Először is szeretnék jutalmat átadni a nyugdíjas fellépőinknek, úgyhogy szeretném őket megkérni, hogy jöjjenek ide a színpadhoz. Egy kis tapsot is kérnék. Lehet, hogy már nem vagyok. Itt vannak. Jó, akkor folytassuk, ameddig ide érnek. Az egyéni elemzések közül Eszti, légy szíves, mondd el nekünk, hogy kinek erre külön díj. A díjazottaink a 7-es számú, a 9-es és az 1-es számú egyéni. 7-es, 9-es, 1-es. Gyertek ide a színpadra! Réka, te voltál a? Macska. Igen, te voltál? Boszorkány. Oszi, és te? Kisherceg. Így van. A nyugdíjasok! Nagyon szépen köszönjük az iskola nevében a részvételt. Egy kis apróság. Köszönjük! És most az osztályprodukciók közül az alsó tagozatosok közül ezt ti légy szíves, ismertesd az eredményt. A negyedik osztály. Negyedik osztályosok közül valaki, vagyis az egész egyik osztály jöjjön föl. Főnök is, hogy átvegye a nyereményt. Gratulálunk! Gyertek a színpadra! Töltsétek be! És akkor most elsősök közül, aki megnyerte, ezt így légy szíves. A döntés volt a 6. Látok még itt többiek. Gratulálunk!
tegyenek, tudjátok, még egyszer imádkozunk. Meghozták ezt a nem túl könnyű döntést. Szeretnék köszönetet mondani iskolánk nevében a támogatóinknak, a nyugdíjasoknak, a szülői munkakötösség tagjainak, iskolai és konyhai dolgozóinknak, a panuháznak, valamint az összes szülőnek, akik segítséget nyújtottak gyermekek felkészülésében, és tanárainknak. Köszönjük szépen! További jó szórakozást! Nézzük meg a nyertes produkciókat még egyszer! Thank you.
Köszönöm.